A tanári pálya egy csoda, ezt mondta a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja abban a kis filmben, amit annak kapcsán készítettek kollégáim, hogy az érintett szakmai munkája elismeréseként Dóczi Gedeon díjat vehetett át az október 23-ai ünnepi közgyűlésen. A következő beszélgetésből az is kiderül, hogy a pályakezdő középiskolai tanár hogyan vált a helyi szakképzés megkerülhetetlen intézményi szereplőjévé. Köszöntöm a stúdióban Tirpák Zsoltot, a DSC kancelláriát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kancellár úr, gratulálok az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm. Hát, hogyha támaszkodhatom még erre a kisfilmre, akkor ott úgy fogalmazott a tanári pálya csodája kapcsán, hogy ugye 25 éve, amióta Debrecenben él, dolgozik. Hogyan indult ez a pálya? Mindig tanári pályára készült? Érdekes az én pályakezdésem, én középiskolába, műszaki középiskolába jártam, és én mindig mérnök szerettem volna lenni. De annyira nagyszerű tanáraim voltak, olyan jellemformáló példaképek, olyan egyéniségek, amelyek azt gondolom, hogy rendkívül nagy hatást gyakoroltak rám, különösen a humán tanáraim, akár a magyar tanárom, akár a történelem tanárom, de a matematika tanáromra is rendkívül jó szívvel és szeretettel emlékszem. És a középiskolai évek pedig rendkívül szépek voltak. És úgy éreztem, hogy ezt a legszebb éveket, az ember életének legszebb éveit újraélni talán az egyik legjobb dolog. Így fordult meg a fejembe, hogy a pályámat a tanári pálya irányába vetettem, és így lettem gyakorlatilag tanár. De milyen érdekes, hogy a mérnök embert bölcsész irányba terelgették a tanárai annó. Így van, tehát rendkívül karakteres egyéniségek voltak, jellemformáló tanáraim voltak, és egyszerűen ezt az irányt vettem, de nyilván tanárként viszont folyamatosan kapcsolatban voltam a szakképzéssel, hiszen mindig szakképző intézményben tanítottam, mindig szakképző intézményben végeztem a vezetői feladataimat, és ezek óriási tapasztalatot adnak számomra, hiszen megéltem a szakképzés minden egyes szegmensét a hétköznapokban. És hát ugye ez világosan látszik is Balázsházi után Brassai, és aztán a Brassaitól meg egy kis ugrással már mindjárt ott is vagyunk a DSC-nél. Ezek szerint a bölcsész mégiscsak visszatudott valamilyen szinten kanyarodni a mérnöki tudományokhoz, vagy legalábbis annak előszobájához. Ez így van. Hát mindenképpen azt gondolom, hogy a pályakezdésem nagyon érdekes volt és nagyon meghatározó. Én nagyon hálás vagyok a Balázsházi akkori vezetőinek és oktatói vagy nevelőtestületének, hiszen egyrészt befogadtak és rendkívül sok jó példát adtak. Másrészt nagyon hálás vagyok azoknak a diákoknak, akik, és ezt mindig szoktam mondani, hogy az ember, amikor tanári pályára lép, az egy nagyon nagy feladat és nagy kihívás. Van egy diploma a kezünkbe, de az önmagában semmit nem jelent. Tanár akkor lesz az ember, hogyha a diákok tanárá fogadják, megerősítik az ő szakmai munkáját, és számomra ez egy óriási dolog volt, hogy az első perctől kezdve a diákjaim irányából pozitív visszajelzések jöttek. Rögtön a pályám legelső évében fél év után osztályfőnök lettem, ami számomra rendkívül megtiszteltető és megtiszteltetés volt, és azt követően is folyamatosan mindig voltak osztályaim, és mindig nagyon jól éreztem magam az osztályteremben. Ma, ha vezetői munkámra gondolok, akkor mindig egy dolog hiányzik az életemből, ez pedig az, hogy mostanában már nem tudok tanítani, az elmúlt két évben nem volt idő arra, hiszen rendkívül sok elfoglaltság volt, de alapvetően azt tudom mondani, hogy számomra az osztályterem mindig egy megnyugtatást, mindig egy alkotói teret jelentett. Kancellár úr, volt egy nagy ugrás, és gyakorlatilag a DSC-hez el is értünk, ami hát azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt évek egyik sikertörténete, és hát ennek a pályának az ívelése, emelkedése, a szakképzés megbecsülése, az valahol összeforral korábbi főigazgató és a jelenlegi kancellár nevével.
Azt gondolom, hogy itt is egy nagyon fontos szituációt kell elemeznünk, ez pedig az, hogy ha az ember vezetői megbízást kap, az egy okirat, magában egy papír, és akkor lesz az ember vezető, ha a közösség, akiknek az irányítására mandátumot kapott, azzá fogadja. Nekem az a szerencsés helyzetem volt, hogy mint a Brassaiban a nevelőtestület szövetségesen támogatómmá vált, mint pedig a szakképzési centrum kialakítása során olyan vezetőtársakat és olyan kollégákat tudtam megismerni, és tudtam együtt dolgozni, és tudok a mai napig együtt dolgozni, akik partnerek, támogatók, és számomra ez egy rendkívül nagy dolog. Mindig nagyon örültem, ha fiatalok vesznek körül, és mindig nagyon örültem, hogyha körülöttem dolgozó kollégák felkészültek, és nagy tudással rendelkeznek, akiktől lehet tanulni, akikkel közösen lehet alkotni, és akikkel emberileg jó kapcsolatot lehet kiépíteni. Nekem az a szerencsés helyzet adatott meg, hogy az elmúlt években egy ilyen nagyszerű közösséggel tudtam együtt dolgozni, mint a közvetlen kollégáim, mint pedig azok az igazgató kollégák, akiknek én igazgató társa voltam közel 10 évig, és ez én azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon lényeges dolog volt az elmúlt időszakban, és hálával tartozom mindenkinek, és amikor erről a díjról beszélünk, vagy az elismerésről, akkor nem közhelyként, hanem őszinte szívből mondom, hogy ez a díj, ez az elismerés mindannyiunkat megillet, hiszen közös munkák, közös eredmények, közös sikerek vannak mögöttünk. A mostani munkája azt gondolom, hogy ez sokkal inkább menedzseri, stratégiai, tervező típusú munkát igényel. Talán nem árulok el titkot, hogy ezt a mai beszélgetést sem volt egyszerű leszervezni, tárgyalásról tárgyalásra jár napközben is. Mi az, ami hiányzik, és mi az, amit igazán szeret ebben a mostani pozícióban? Én azt gondolom, hogy ebben a pozícióban az egyik legfontosabb dolog, hogy minden nap más, és minden nap egy tanulás és fejlődési lehetőség. Nem kis kihívás a mindennapok teljesítése, hiszen soha nem tudjuk reggel, hogy a nap folyamán milyen új feladatokkal találkozunk. Nyilván van egy vázlatunk, hogy mi lesz a feladat, de ez tényleg egy vázlat. De számomra a legfontosabb, a mindennapi munkavégzésemben a legfontosabb, hogy folyamatosan tanulhatok, fejlődhetek, hiszen ezek a cégek, ezek a partnerek, akikkel mi együtt dolgozunk, olyan tudást és olyan innovációt és olyan emberi megújulási lehetőséget képviselnek és biztosítanak az én saját személyemet illetően, ami számomra minden naphoz új lehetőséget és kihívást. Mindjárt lejár az időnk, de azt nem tudom nem megkérdezni, hogy ez az innovatív pezsgés, ami egyáltalán körbeveszi ma Debrecenben a szakképzést, az ipari, a járműipari fejlesztéseket, ez mennyire inspiráló az ön számára? Rendkívül módon. Tehát úgy látom, hogy a városban, alapvetően a világban egy innováció van, egy pezsgő gazdasági környezet, de Debrecen városában különösen ez egy óriási, és számomra ez azért is nagyon nagy érték és nagy lehetőség, hiszen Debrecen városa olyan különleges fejlődési szakaszban van, olyan különleges korszakban, gazdasági megújulási korszakban van, és ennek, hogy részese lehetek, én azt gondolom, hogy nagyon felemelő és nagyon, nagyon jó érzés. Debrecen mindig is az oktatás, mindig is a fejlődés élharcosa volt, ez most sokszorosan igaz, és ebben a városban, a lehetőségek városában alkotni, együtt dolgozni, fejlődni, én azt gondolom, hogy mindenkinek egy nagy kívánsága lehet. Nekem ez a kívánság teljesült, és igyekszem az elkövetkező időszakban is mindent megtenni annak érdekében, hogy az, amit ettől a várostól kaptam, azt tudjam visszaadni, erősíteni a közösségünket. Kancellár úr, köszönöm, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönöm a találkozást.